Hello Szeged365.hu family tagok, Balázs, ne haragudj, engedd meg, hogy gratuláljak, hiszen elképesztő, aki esetleg nem látta azt a cikket, amit több ezeren lájkoltak, több százezeren megnéztek csak a Szeged365.hu oldalon, te a fejedbe vetted, hogy elindulsz gyalog a Balatonra, mindezt 4 nap alatt teljesíted, majd egy kicsi pihenő után, azt még nem tudtad, mennyit kell pihenned, visszajössz majd kerékpárral Szegedre, hát ezt a Szeged 365 Family folyamatosan figyelemmel kísérte. Mire szeretted volna nagyon felhívni a figyelmet ezzel a teljesítménytúrával? Mindenképpen az OMS-re szerettem volna felhívni a figyelmet, igazából arra, hogy vannak bizonyos eszközök, az, amit igenis be kellene szereznünk, illetve támogatni kellene ennek a beszerzési folyamatát. Én azt gondolom, hogy a mai napig is még érkeznek adományok. Hála nektek, köszönöm szépen a támogatást, az önzetlen támogatást, hiszen ezáltal nem egy média főkarolta ezt az ügyet, és folyamatosan tovább viszik, illetve érdeklődnek, hogy mikor lesz a következő túra, amiben esetlegesen még továbbiakban tudunk gyűjteni az OMS részére. Elsődleges szempont nekem az volt, hogy először is rendbe rakjam magamat, mind fizikálisan, mind mentálisan, hiszen itt a rohanó világban azért hajlamosak vagyunk elfeledkezni magunkkal. Ezért is kezdtem el gyalogolni Szegeden, és csodálatos dolgokat láttam. Igazából 3 ilyen nagyobb túra, illetve a napi gyaloglás elég volt ahhoz, hogy 2,5-3 hét alatt 9 kilót ledobjak. Nyilván odafigyeltem az étkezésre, illetve otthon minimális súlyzós edzéseket csináltam. Ezt követően, amikor indultam erre a 4 napra, mindenképpen fel akartam arra hívni a figyelmet, hogy ki tudunk szakadni igen egy hétre a való világból. Nyilván nem kell ilyen dolgokat bevállalni, de meg akartam mutatni, hogyha fejben eldöntött, kitűzed a célt, megtervezve, simán véghez fér minden. Kisebb fájdalmak árán, de sikerült. Raktam nem kis munkával egy blogoldalt, hogy ezt szabad megemlíteni, amin folyamatosan publikálni fogom, hogy merre tartom az irányt, és ezáltal is gyűjtök tovább még az OMS részére, amíg lehetséges. Nem kis vágyam egy nap alatt teljesítető 100 km, ami ugye most már egyre kivitelezhető, mert itt van a jó idő, illetve világosabbak a naplok. Gyula az irány, és úgy, hogyha minden jól megy, akkor teszek egy kis kört. Szarvas, vissza Szeged, 280 km-ben gondolkodok, ugyanúgy 4 nap alatt.